az Együtt a Cselekvő Ellenzék kampányát folytatja most már harmadik hete. 70 városba fogjuk elvinni ezt a kampányt és ennek a kampánynak az újságját. Nyilván online médiában és egyéb más felületeken próbáljuk bemutatni az olyan politikusainkat, mint amilyen Molnár Tibor, aki Zala megyében és Veszprém megyében aktív, és a keszthelyi kikötő ügyétől kezdve éppen a Fonyódi és egyéb más fideszes turpisságokon keresztül sok mindent feltárt már itt, és lényegében vannak eredmények, a más nem, akkor legalább feljelentések bizonyos ügyekben, ami megmutatja azt, hogy valójában milyen is a fideszesek természete itt vidéken is. Nem csak Molnár Tibort, hanem Bot Tamást mondjuk Békés megyében, Baranyi Krisztát, aki éppen a Tisza tisztaságáért dolgozik, de korábban az Illatos úti telepnek a felszámolását lényegében ő indította el, vagy mondhatnám Nagy Sándort, aki Szeged alpolgármestere, mutatjuk be ebben az újságban és ebben a kampányban. Az Együtt egy olyan ellenzéki párt, aki rengeteg aktív emberrel teszi a dolgát, érdemben teszi a dolgát, szembe mer szállni a fideszes kiskirályokkal, és azt gondoljuk, az egyik kulcsa ez a fajta cselekvő ellenzékiség annak, hogy 2018-ban kormányt fogunk tudni váltani. Ezért dolgozunk és ezért teszünk együtt egyébként más hozzánk hasonlóan 2010 utáni tiszta ellenzéki pártokkal. Bízunk abban, hogy ez lesz a kulcsa annak, hogy 2018-ban el lehessen takarítani Orbán Viktort és a maffia kormányt. Átadom a szót Molnár Tibornak. Köszöntöm én is a helyi sajtó megjelent képviselőit. Molnár Tibor vagyok, az Együtt regionális politikai igazgatója. Ebben a minőségemben Veszprém, Vas és Zala megye tartozik hozzám. Talán inkább a választók a keszthelyi ügyekből ismerhetnek engem, hiszen ott a Fidesz bőségesen gondoskodott arról, hogy legyen dolga az ellenzéknek. 2015-ben gyanús körülmények között eladták a keszthelyi vitorlás kikötőt egy olyan cégnek, amiben Orbán Viktor veje, Tibor István is tulajdonos volt. Ennek az ügynek a leleplezésében, feltárásában komoly részt vállaltam. Aztán különböző kisebb-nagyobb, szintén ilyen fideszes tulajdonszerzésekkel összefüggő ügyekben is hallottam a hangomat. Én úgy szoktam ezt mondani, ezt a jelenséget, hogy a Balaton elrablása, Moldova György 21 évvel ezelőtti regénye után szabadon. Ezt szoktam rá használni, ezt a kifejezést, és hát a legutóbbi időkben pedig a Pannon Egyetemhez, a Veszprémi Pannon Egyetemhez tartozó keszthelyi Georgikonnak a megvédéséért tevékenykedtem. Egyébként doktorandusz hallgatója vagyok a Georgikonnak, tehát személyesen is érintett vagyok abban az ügyben, amikor a fideszes kormányzat fel akarta számolni a Georgikonnak az autonómiáját, és be akarta olvasztani egy központi agrártudományi egyetembe. Ennek a megakadályozására egy mozgalmat hoztunk létre, végül is ennek is köszönhetően sikerült ezt a veszélyt egyelőre elhárítani a Georgikon feje felől, illetve a Pannon Egyetemnek a megvédéséhez is ez hozzájárult. Alkához és ehhez a vidékhez családi szálak fűznek. Édesanyám családja Urkuti, mai napig van egy örökölt családi házunk a faluban, és elég sok időt szoktam itt tölteni, tehát nem ismeretlen nekem ez a vidék, és nem ismeretlenek a problémái, bár azt mondom, hogy elfogadnám ezeket a problémákat Keszthelyen, egy olyan városban, ahol masszívan fideszes irányítás alatt élünk. Itt azért egy sikeres ellenzéki kormányzás van Ajkán, és hát nagyon örülök annak, hogy polgármester úrral és együtt tudunk itt működni bizonyos kérdésekben. Nem titkoltan az az ambícióm, hogy itt a Veszprém 3-as választókerületben országgyűlési képviselőjelölt legyek, bár a hivatalos jelölt bemutatás később fog megtörténni. És hát igyekszem minél többet itt lenni, minél jobban megismerni az itteni dolgokat, mondom, nem vagyok itt idegen, szeretek itt lenni Ajkán, és hát természetesen a cselekvő ellenzékbe beletartozik az is, hogy amit el tudunk végezni itt is munkát, azt itt is meg fogjuk tenni, bár itt hál' Istennek nem egy inkompetens és korrupt városvezetés ellen kell fellépni, hanem inkább az országos politikai helyzetet kell úgy alakítani, hogy több helyen legyen ilyen a helyzet, mint most itt Ajkán.